Tisztelt közönségünk, nem is húzzuk az időt, jön a harmadik felvezető mérkőzés, melyet már nagyobb súlycsoportban, mínusz 79 kg-ban rendezünk meg, ugyanúgy 3x2 percre lesz kiírva ez a csata. A szabályrendszer K1 a piros sarokban, Horváth Árpád! Mérkőzés, 4 győzelem, Soltvarkertről érkezett a Bás Team Kecel versenyzője, edzője Vancsik Nándor, a piros sarokban Horváth Árpád! Nézzük az ellenfelet, a kék sarokban Faragó Zsolt! Egy győzelem a tavalyi Muay Thai Magyar Bajnokság első helyezettje, a Kiskunfélegyházi Harcművészet és Sportegyesület versenyzője a kék sarokban, Faragó Zsolt! Szorítóban a védőfelszerelések használatáról, de most már nem akadályoz meg bennünket semmi abban, hogy megnézzük ezt a csatát. A kék sarokban egy helyi erő, Faragó Zsolti személyében is egy nagyon kemény keceli versenyző, a piros sarokban Horváth Árpád. Lássuk, ki nyeri a találkozót. Szorítóban következik az első menet. Second.
sorok. Szorítóból következik a második menet. Következik a harmadik menet, ami egyben ugye a befejező menet is. Úgyhogy külön kérnék egy nagy tapsot a versenyzőknek önöktől. Right.
uraim, egyhangú fontozással győz. A kék sarokban Faragó Zsolt! Kiskun Félegyháza! A díjat átadja a BKM szervezet európai igazgatója Rozman István, és én önöktől, Horváth Árpinak is kérnék egy nagy tapsot a keceli versenyzőnek fantasztikus mérkőzésemben részt. Járó dicséret, köszönjük! Egy csomó pontozással tehát győz a Kiskunfélegyházi Faragó!